Sopronban most a Lenk villában vagyunk. Ez a Sopronban a Deák téren van, a Deák tér szélén. Kevesen tudják róla, hogy egyébként ez az ország egyik leghosszabb tere. Egy nagy szép zöldövezet a város szívében. És a Lenk villa, ez a Lenk családhoz tartozott régen. Ez egy híres soproni család volt. Nagyon sok pozitív dolgot és karitatív dolgot tettek ők a vagyonuk mellett itt a térséghez hozzá. És ezt a villát, azt hiszem, ha jól emlékszem, a 2021-ben adta át a város újra az embereknek. Ezt a Soproni Múzeum üzemelteti. Most itt egy nagyon jó interaktív családbarát kiállítás van, és egy leromlott állapotú épületből egy gyönyörű, újonnan kinéző épület van, egy szép kis közparkkal, ahova nagyon szeretnek járni a soproni családok, és itt a város szívében ez egy külön kicsi, antik színfolt. A szüleim mind a ketten erdőmérnökök, van egy régi erdőmérnökök között régi ének, hogy ha Sopron hív, mi ott leszünk. Én ebben a lokálpatriotista légkörben nőttem fel, bár szüleim nem ide valósiak, hanem ők itt ismerkedtek meg az egyetemen és házasodtak össze és maradtak itt. Nekem egy soproni, tőzsgyökeres soproni családba tartozó hölgy lett a feleségem, akivel együtt élünk, és 4 gyermekünk van, és hát ez evidens volt, mikor külföldön éltünk, hogy amikor a gyermekeink kezdenek születni, akkor hazajöjjünk, és ugyanitt Magyarországon több helyen éltünk, de amint lehetőség volt rá, hogy a munkám megengedte, hogy véglegesen letelepedjünk valahol, akkor azért igyekeztünk ide a Sopron-Fertő térségbe jönni. Vidékfejlesztési szakon végeztem, nyertem egy angol királyi ösztöndíjat, és egy angol egyetemet el tudtam végezni, a Readingi Tudomány Egyetemet. Utána nagyon adott volt, hogy Brüsszelbe menjek és kipróbáljam magamat. Majd amikor születni kezdtek a gyermekeink, jöttünk haza a feleségemmel, és Magyarországon én természetvédelemfejlesztési, vidékfejlesztési projekteket vittem gyakorlatilag azóta, egy kis kitérővel, és mikor letelepettünk itt a térségben, ez nagyon adott volt, hogy én ezen a turisztika, vidékfejlesztés szakirányban maradjak, és így jutottam el erre a helyre, ahol most vagyok. A Sopron-Fertő turisztikai fejlesztő non-profit ZRT-t vezetem, most már 2017 óta, és ez a turisztika ügynökséghez tartozott eredetileg ez a cég, most a tulajdoni jogkörök átkerültek a miniszterelnökséghez, és olyan fejlesztéseket viszünk, amelyek itt a térségben hálózatos, családbarát, egymásra épülő modellek és projektek, amelyek mind a térségnek különböző szeleteit mutatják be az ide látogatóknak, vagy ide jövők. A csúcsprojektünk az a fertőpart beruházás, de mellette kerékpárutakat fejlesztünk, kerékpárpihenőket, játszótereket, kilátókat építünk. Építeni fogunk egy multifunkcionális konferencia rendezvényközpontot a Lőverekbe, Sopronba. Tehát csupa olyan projektet építünk és olyat hozunk létre, amelyek mint egy dominó egymásra épülve szépen kirakódnak, és egy végülis itt a térséget, ezt az egész desztinációt bemutatják, és az ide érkezőknek minél több lehetőséget biztosítanak. Mi nekünk mindig is egy ilyen természetközeli család volt a miénk. Nekem az édesapám hozta létre és alapította a Fertőanság Nemzeti Parkot, ő vezette nyugdíjas koráig 20 évig, úgyhogy biztos, hogy innen ered, és a nemzeti érzület, a családok szeretete, ez mind a mi családunkban, ez mindig is részese volt. Nem titkoltam, mi egy vallásos család voltunk mindig, tehát ez az egész így épült föl. Így működik a makett. A természet szeretetét meg, hát azt vagy az ember egyszer megkapja valami élmény hatására, vagy beleivódik az emberbe. Én inkább ebbe vagyok, én nekem beleivódott az életembe. Kicsi korom óta édesapámmal madaráztunk, jártunk a területet. A Nemzeti Park alapításakor mindenhol mentem vele. Tudja, ez olyan, mint amikor az én gyermekeim most, amikor megyünk nyaralni, Magyarországon belül mi mindig turisztikai centrumokba megyünk, meg turisztikai helyekre,
hogy ugye én, ahogy nyaralunk, a gyerekek nyalják a fagyit, én meg közben figyelem azt, hogy ez hogy épült fel az a játszótér, mi jó, mi nem jó, mindenből próbálok tanulni, hogy az itteni fejlesztésünkbe a legjobb példákat tudjuk belerakni. Gyerekkoromban mi mindig nemzeti parkokba jártunk, meg szürke marha gulyákat látogattunk, mert ugye édesapám akkor alapította a nemzeti parkot. Úgyhogy szerintem ez így egymásra épült. Az, amikor édesapámmal még fagyott téli viszonyok között egy csónakba mentünk be a fertőre, és akkor ugye a fertő még lezárt terület volt, csak édesapám is csak madarászati engedéllyel tudott bemenni, és nagyon hideg volt, és fáztam, és kérdezte édesapám, fázok-e? Mondtam, nem, csak a csizmám, és mert hideg volt nagyon akkor még. De ugyanilyen emlékem az, soha nem fogom elfelejteni, amikor a Nemzeti Parknak az első, legelső szürke marha gulyának a tagjait hoztuk meg, az első teheneket a Hortobágyról, és emlékszem, én éppen húsvét volt, és nagy hét volt, és én voltam a pasióba Jézus, és egy Lada Nivával utaztunk, és előttünk ment a teherautó, hát akkor még nem volt ilyen, hogy teherforgalom merre mehet, a Lánchíd, nem, a Margit hídon mentünk keresztül, előttünk a teherautón néztek le a budapesti villamosra, a szürke marha bikák, kettő, egyiket úgy hívták Csapláros, én meg a háttérben a Lada Nivának átsülésén énekeltem a Jézust a pasióból, mert virágvasárnapra haza kellett térjünk, úgyhogy sok ilyen történet van, ami engem ez a térséghez köt.